Ez mi? Ez két hungarocell darab. Ez mérnöki tudás kell? Erre még én is rájövök. Működne a gyártásához? Nem. Sziasztok! Ez itt az Egyforma... Egy Forma 1-es műszaki magazin! Ez már az Egyforma harmadik epizódja. Mi se hisszük el, hogy már itt tartunk, de nagyon örülünk neki. Keserédesen indult az idei szezon. Ugye az egyik része az, hogy elrajtolt végre a mezőny, ugye Melbourne-ben elindult a Forma 1 idei szezonja. A másik része viszont, hogy a legendás versenyigazgató Charlie Whiting elhunyt. Természetesen mi is megemlékezünk róla, a következő adásunkban bemutatunk néhány innovációt, ami az ő nevéhez fűződik. A mai adásban viszont rengeteg dologról tudunk beszélni, ugyanis múlt héten a Mercedes mindkét autója simán nyerte a futamot, harmadik nap viszont befutott Verstappen a Red Bull-lal. Igen, szerencsére nem is nyerték annyira simán, mert Verstappen már elég közel volt a végén Hamiltonhoz, és ez nagyon hihetetlen az előző éveknek a fényében, amikor a szezon egy picit nehezebben indult, voltak kezdeti nehézségek, és utána a csapat fokozatosan zárkózott föl. Azért is nagyon szép ez az eredmény, mert nem egy technikai probléma vagy baleset következtében ért be a csapat a harmadik helyre, hanem tényleg látszik, hogy az autónak a teljesítménye jó, gyors, úgyhogy ha ehhez hozzáadjuk az előző éveknek a jó fejlődő képességét, akkor egy nagyon izgalmas szezon elé nézhetünk. Az elmúlt 12 évben nem volt arra példa, hogy a Red Bull más motorral menjen, az idei évtől Hondákkal mennek. Ez mennyire érinti a te munkakörödet? Szerkezeti elemzőként mennyire folysz bele az ilyen jellegű munkálatokba? Ugye attól függ, hogy a versenyautó fejlesztő csapat milyen szerződésben van a motorfejlesztővel. Ez csapat és csapat válogatja, hogy kinek milyen mélységig van belenyúlási lehetősége a motorba. Általában azért az elmondható, hogy a szívó, a kipufogó, a hűtési rendszer, illetve az üzemanyag ellátó rendszer, az mindig a versenyautó fejlesztő csapatnak a feladata, hogy ezt kidolgozza. Ezek a motoralkatrészek különböző terheléseknek vannak kitéve, mint például hőterhelés, nyomás, akárcsak a nehézségi gyorsulásokról beszélünk, és mindemellett a motornak a hajtás biztosításán kívül egy másik nagyon fontos szerepe is van, egy olyan láncnak a része, ami tulajdonképpen a vázat képezi, és a váltó és a váz között helyezkedik el. A váltóhoz csatlakozik a futómű, tehát a futóművön érkeznek a futómű terhelések, óriási terhelések. Ez ugye a váltó továbbadja a motornak, a motor pedig továbbadja a váznak, tehát nincsen térhálós váz vagy akármilyen alváz, amire a motor föl van rögzítve, hanem ez maga a szerkezeti elem, ami a terhelések keresztül mennek. Ha jól értem, ha bekerül egy új motor, akkor nyilvánvalóan ezek a csatlakozási pontok, vagy bármi ilyesmi, ez teljesen máshol lesz. Ez mekkora munka újra tervezni? Egy motor geometriája is egészen különböző lehet a másikétól, és ezért ezeket a pontokat újra kell tervezni. Optimális esetben közösen találják meg azt a legjobb pozíciót, vagy geometriát, vagy éppen amire szükség van a két fejlesztő csapat. És egyébként szerkezeti elemzőként összefoglalva a legfontosabb szempontok a tömeg, a merevség, a szilárdság, a rezgések, és még sorolhatnám, még nagyon sok. A házak, a delfinek, a városok, a tavak. A zenét, az ismerkedést, a szerelmet, az öleléseket, a zenéket, a szövegeket, a meséket. Red Bull szempontjából felemásan sikerült a Melbourne-i verseny, ugyanis Verstappen ugye harmadik helyen végzett, ő nagyon jó volt, Gasly kiesett az időmérőn, és hátulról indult, és utána arra panaszkodott, hogy ugye nem látta a lámpát, mert hogy a hátsó szárnyak, erről egyébként egy korábbi adásban beszéltünk is, hogy a hátsó szárnyak meglettek nagyobbítva, magasabbak, szélesebbek, hogy ez valóban ekkora probléma lehet, ennyire zavarhatja a pilótákat? Igen, Kubica is hasonlót nyilatkozott. Tényleg óriásiak lettek ezek a hátsó szárnyak. Ezzel az FIA-nak foglalkoznia kell, ezzel a problémával, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő. Egyébként nem csak nagyobbak lettek a hátsó szárnyak, hanem a hátsó lámpát a szárnyvéglapok hátsó élében is el kellett helyezni, úgyhogy most már nem csak a hátsó gyűrődőzónán villog a lámpa, hanem fönt a szárnyvéglapokon is. Ez mennyire fog látszódni? Azt a... Ha 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 ha!
Én látom, remélem a kamera is. Nem lehet megvilágítani telóval, hogy valami? De, gyere ide. De nem jobb, hogyha itt közelebb van? De hajolj be, az éresség az elvileg rád fog menni. Gyere ide, így hajolj erre. Csak ilyen... Aha, várjál. De így már benne leszek. Így benne vagy. Csináld. Csomó dolog van ezzel kapcsolatban a fejemben, meg imádom nézni a Formula Student versenyeken, és azt imádom, amikor esik az eső, és látszik, ott is kicsapódik így a pára a levegőben. És most ezt így full utána néztem, hogy a lecsökken a nyomás, mert ugye azért ott hátul, mert a szárny mögött, meg alatta mindig ott alacsony a nyomás, és ott elkezd összekeveredni, örvény, akkor ott még jobban kiéleződnek ezek a pontok. Lecsökken a nyomás, lecsökken a hőmérséklet, és ugye az már rögtön az őszi idő, egy párás környezetben pám kicsapódik a pára, és ahogy visszamelegszik, meg visszanő, vagy ugye az örvény lecsillapodik, akkor meg eltűnik. Szerintem elmondtad, köszönjük szépen, egyébként a kérdés az volt, és megmondom, hogy kitette föl. Ha már a hátsó szárnyát tartunk, mi az a fehér füst, ami kijön ugye ott a szárnyból? Nézzétek, csak itt ezt mutatom. Köszönjük! Ahhoz képest, hogy mekkora egy F1-es csapat, nagyon kevesen utazhatnak csak a versenyekre. Érdemes ezt talán úgy átfogóan most átbeszélni, engem is nagyon érdekel egyébként, hogy ilyenkor az otthoniak mit csinálnak? Tehát milyen élet zajlik bent mondjuk a Red Bull központban, amíg a csapat egy része ugye a versenyeken dolgozik? Vannak azok a versenymérnökök, akiknek feladatuk van a versenyen is, tehát nem csak az előkészületekben vagy az alkatrészeknek a tervezésében, viszont az FIA meghatározza, hogy hány mérnök utazhat el egy versenyre, és ezért korlátozott számú az a gárda, aki a verseny helyszínére utazik. Viszont minden csapatnak a főhadiszállásán van egy nevezett operációs szoba, ahol olyan körülményeket állítanak föl, mint hogyha a verseny helyszínén lennének, tehát van egy óriási kivetítő, rádió, számítógépek összeköttetésben vannak a verseny helyszínével, hogyha akár az a földgömbnek a túloldalán is van, akkor is akár másodperceken belül megkapják a jeleket, annak a több ezer szenzornak a jelét, ami az autón működik, és így a helyszínen lévő versenymérnököknek a munkáját, a döntéseit tudják támogatni a csapat főhadiszállásáról. Korábbi epizódunkban beszéltünk már az első szárnyról, és ennek kapcsán szóba került az aerodinamikai egyensúly. Mai adásunkban az autó általános egyensúlyáról fogunk egy picit beszélni. Három fő tényező határozza meg az autónak az egyensúlyát, az egyik a korábban említett aerodinamikai egyensúly, ami az első és a hátsó szárny, valamint a diffúzoron keletkező leszorító erőknek a kombinációjából jön létre. Ugye az első szárny sokkal többet deformálódik, mint a hátsó szárny, illetve a diffúzor, ugye ettől az egyensúly dinamikusan változik a sebességtől függően, és általában a pilóták azt szeretik, hogyha alacsonyabb sebességen az autók túlkormányzottak, magasabb sebességen pedig alulkormányzottak, hogy ez sokkal könnyebben kontrollálható. Szintén nagyon fontos egyensúly befolyásoló tényező az autónak a súlyelosztása. Ugye az az ideális, hogyha az autó súlypontja minél közelebb van a talajhoz, illetve minél közelebb a geometriai középpontjához. Ez szintén mindegyik tervezési szempont, illetve ezeket még a ballasztokkal is lehet állítani. A harmadik fontos egyensúly befolyásoló tényező az a futómű. Egy mai, modernebb autóban három futómű alkatrész van. A rugó, lengéscsillapító, illetve a stabilizátor. Ehhez képest egy Forma 1-es autóban akár 6-8 ilyen futómű elem is lehet, aminek a beállítása végtelen kombinációt eredményez, és ezért óriási feladat a mérnököknek ezt pontosan behangolni minden egyes versenyre. Ezekkel a beállításokkal is rendkívül lehet az autónak az egyensúlyát befolyásolni, és most nem is akarok nagyon belemenni ezeknek a futóműveknek a szerkezetébe, inkább most csapjunk inkább a lóerők, vagyis inkább a kilovattok közé. Ezzel a kis távirányítós autóval, gyerekkorom nagy kedvencével, köszönet Érdi Tibi bácsinak ezért a
az autóért és az autók szeretetéért. Szóval ezen fogjuk bemutatni a különböző futómű beállításokat, hogy mennyire különbözően viselkedhet egy autó, attól függően, hogy állítunk egy picit a futóművön. Először az első rúgókat fogjuk rendkívül fölkeményíteni, majd ezt megcseréljük, és a hátsót fogjuk fölkeményíteni, és megnézzük, hogy mi lesz a hatása. Hátsó rugókhoz nem nyúltunk hozzá, az a lehető legpuhább állapotban van. Az első rugókhoz pedig betettünk távtartókat, hogy összenyomja, és ettől fölkeményedjen az első futómű. A halló kormányzottam úgy. Ez ennyiből kiderült? Aha. Itt fogjuk elvégezni a jávorszarvas tesztet, jól mondtam? Nem én szarvas, a jávorszarvas tesztet. Itt fogjuk elvégezni. Annyit fogok csinálni, hogy fölgyorsítom az autót, és a két tábla között fogom elfordítani a kormányt teljesen, és megnézzük, hogy hogyan viselkedik az autó. Most az történt, hogy a Hungarocell blokkoknál elvettem a gázt, és gurulásban elfordítottam a kormányt, és az autó alul kormányzott volt, látszódott, hogy túrja az orrát, és nem akar elfordulni rendesen. Csutkára kitekert kormány. Látszik, hogy sokkal kisebb helyen tud forogni. Hátulját tolja ki. Az autót ugyanúgy vezettem most, mint az előző körben, tehát a blokknál elvettem a gázt, utána teljesen elfordítottam a kormányt, és azt láthattuk, hogy ugye a hátulja teljesen elindult, tulajdonképpen megpördült az autó, ami a keményebb futómű beállításnak köszönhető a hátsó tengelyen. Igaz, hogy már egy kérdés elhangzott, de az csak ott aktuálisnak tűnt. Most viszont a kérdezzetek blokkunk következik. Köszönjük szépen előre is Dánielnek a kérdést, aki arra volt kíváncsi. A ballas súlyok miből vannak, mekkorák és hova teszik ezeket az autókon? Denzamet, tungsten, ezek az elterjedt nevei ennek az anyagnak, amit használnak. A sűrűsége nagyjából 2,5-szerese az acélénak, és ugye azért nagyon fontos, hogy magas legyen a sűrűsége, hogy minél kisebb helyen elférjen. Annyi ballasztot tesznek bele egy autóba, amennyivel könnyebb lett az autónak a tömege a minimum súlynál. Ahogy a technikai blokkunkban már említettük, a megfelelő egyensúly elérése a cél, és a ballaszt súlyokat is ennek megfelelően helyezik el. Ez egyébként pályáról pályára változhat, hogy éppen hova teszik a súlyokat. Forma 1-es tempóban el is száguldozott az újabb epizód. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Természetesen továbbra is várjuk a kérdéseket YouTube-on, Facebookon és Instagramon. Iratkozzatok fel a csatornáinkra. Mindenhova. Sziasztok!